a művészet béke. Minden ember egyedi, és közben pont olyan, mint bárki más. Új előadással jelentkezett Ács Tamás. Az Igézőben a színművész előadásában Babits Mihály 1938-ban írt örökbecsű elbeszélő költeményét, a Jónás könyvét ismerhettük meg, amely a bibliai próféta életét dolgozza fel. Babits profetikus műve elbeszélő költemény a bibliai kerettörténetet felhasználva a költő szellemi önéletrajzát, lírai önvallomását érte meg, részben önmagát is a főszereplő Jónással azonosítva. Ószövetségi Jónás történetet írta át tulajdonképpen Babits, de ez nem is csupán egy átírás, mert olyannyira meg tudta tölteni a saját tartalmával a művét, hogy szinte egy teljesen más, egy teljesen új mű született. Ugye az ószövetségi történetben, miután Jónás elmondja a proféciáját, akkor a város elkezd megtérni. Viszont Babitsnál azt látjuk, hogy a profécia hatására a város szinte semmit nem csinál, és aztán az Úr mégis megkegyelmez a városnak. A történet fő mondani valója egy erőteljes humanista állásfoglalás, amely bemutatja, hogy a költők sem menekülhetnek el a profétai szerep elől, nem hallgathatnak a létfontosságú közügyekben. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy miről is szól ez a mű, hogy mit üzenhet nekünk. És megpróbáltam lefordítani én is a saját életemre. Az, hogy elfuthatok-e a sorsom elől. Hátat fordíthatok-e a hivatásomnak. Gyakran ugye még a nehézségek árán ugye a színészet nem egy könnyű kenyér. Sokszor azt érzi az ember, hogy bár csinálnék mást, és mégis felkelek reggelről reggelre is, és azt érzem, hogy nekem ezt kell csinálnom, nekem ez a feladatom. A vers több szállóigaszerű mondatot is tartalmaz, ezek közül a legismertebb, mert vétkesek közt cinkos, aki néma, atya fiáért számot ad a testvér.